A tavalyi sikeres rendezvény után ismét az Ebektől lesz hangos a Dunapart véneknél. A hétvége rendezik ugyanis a második szigetközi kutyafogathajtó kupát. A versenyen a 2, a 4, a 6 és a 8 kutyás fogatok, a futó és a kerékpáros kutyások külön kategóriában indulnak, és külön díjazzák majd az úgynevezett szánhúzó fajtákat, így a huskyt, a malamutot és a szamoédeket is. A különlegessége abban van, hogy ugye ez egy szánhúzós sport, de mivel ugye nagyon keveset van hó Magyarországon, ezért egy ilyen edzőkocsis, kerekes verseny gépjárművekkel indulunk. A versenyre már megérkeztek az előnevezések, a szervezők 60-70 fogatot várnak. A pálya ki van építve, tehát ahol a nézők vannak, ott azért vannak kordonok, szallagok, egyebek, amik azért korlátozzák őket, hogy bemenjenek a pályára, és azért vannak különböző viselkedési szabályok, például aki esetleg kutyával jön ki, azt a kutyát azért pórázón, ha olyan szájkosárral kell a pálya mellett tartani, és ha lehet, akkor úgy kell tartani a pálya mellett, hogy a bent versenyző kutyák ne lássák. Az első rajt szombaton 11 órakor lesz.